Európa megrendült elhunyt Klaus Kinkel volt német külügyminiszter, alkancellár, a liberális szabad demokrata párt, FDP, ekkori elnöke közölte kedden Christian Lindner, az FDP elnöke. A politikus 82 éves korában, hétfőn hunyt el. Karakteres, egyenes és szerény ember volt, emelte ki Christian Lindner. Klaus Kinkel a baden-württembergi Metzingenben született 1936-ban, jogi diplomáját a Tübingeni Egyetemen szerzete. Karrierjét a szövetségi belügyminisztériumban kezdte, 1970-ben fedezte őt fel a tárca akkori vezetője, a néhai Hans-Dietrich Genscher, az FDP legnagyobb hatású és legismertebb politikusa. Pályafutása évtizedekig összekapcsolódott Genscherével, de egészen 1991-ig párton kívüliként, hivatásos kormányzati tisztségviselőként dolgozott. Tevékenykedett Hans-Dietrich Genscher referenseként, irodavezetőjeként, és amikor Genscher 1974-ben a német diplomácia vezetője lett, követte őt a külügyminisztériumba. A tárca felső vezetésében betöltött pozíciók után, 1979-től 1982-ig a Szövetségi Hírszerző Szolgálat, BND, elnökeként dolgozott, ő volt a Nemzetbiztonsági Szolgálat első, civil, vagyis olyan vezetője, aki nem a hírszerző szakmából érkezett. A BND-től az igazságügyi minisztériumba került, és államtitkárként meghatározó része volt a két Németország újraegyesítéséről szóló szerződés kidolgozásában. Az egység megteremtése után igazságügyi miniszterként folytatta pályafutását, és belépett az FDP-be. Az újraegyesített Németország külügyminiszteri tisztségében Hans-Dietrich Genschert követte 1992-től, legfontosabb témái közé tartozott az Európai Uniós integráció és az atomfegyverek leszerelési folyamatának előmozdítása. A német diplomáciát az 1998-as kormányváltásig vezette Klaus Kinkel 1993-tól 1995-ig volt az FDP elnöke, és 1993-tól 1998-ig volt a kancellár a néhai Helmut Kohl kormányában. A szövetségi parlamentbe, Bundestag, 1994-ben került be, képviselői munkáját 2002-ig folytatta. Politikai pályafutásának végeztével ügyvédként tevékenykedett tovább.